Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. Kezdjük azzal, hogy mivel is foglalkozunk. Mit csinálunk? Képzéseket tartunk, coach képzéseket. Mit jelent a coach? Ember és életjobbító. Olyan tudást nyújtunk az emberek számára, hogy képesek legyenek, akkor működik, képesek legyenek szeretetbe, békében és boldogságban élni. Na most ehhez az kell, hogy az ember szert tegyen ember és életismeretre, szert tegyen arra, hogy képes legyen a céljait megvalósítani, képes legyen a problémáit megelőzni, illetve ha van egy probléma, akkor rendbehozni azt a problémát, megoldani azt a problémát, és ezt egy bizonyos cél érdekében tesszük. Van egy nagy közös célunk. De miért is van ez a cél? Még nem mondom, hogy milyen cél, bár itt már le van írva, mindegy. Miért is van az a cél, ami a nagy közös célunk? Hát mert ugye én kaptam egy látomást sok évvel ezelőtt, azért én kaptam, mert van egy előzményem, az előzményem az, hogy 34 éve foglalkozok emberekkel, 20, pontosabban 30 éve kezdtem el saját szervezésű csapatot létrehozni, azt mondja, hogy mennyi, 27-28 éve vezetek embereket, és azóta kezdtem el embereket tanítani. Az ilyen típusú tanításokat, amit most végzek, azt mondja, hogy 21 éve kezdtem el, és a vezetésemmel egy szervezet, egy cég, amely ugyenek tulajdonosa is vagyok, 4 különböző területen lett piacvezető. Abból 3 ugyan pénzügyi terület volt annak idején, de pénzügyi területen is 2 olyan területen lettünk piacvezetők, amit abba hagytuk, az egyiket 2000-ben, a másikat abba hagytuk 2007-ben, de azon a területen még azóta sincs olyan szervezet, amely olyan szervezési eredményeket tudott volna felmutatni addig vagy azóta, mint mi. Tehát olyan piacvezetői pozíciókat sikerült elérni, ugye többet is, konkrétan 2, amit senki nem tudott itt Magyarországon lemásolni. És ami ugye nagyon fontos, hogy ugye miért még mindig annál tartunk, hogy miért pont ugye nekem volt az a látomásom, amiről mindjárt fogok beszélni, mert 98-ban azt a pénzintézetet, amit vezettem, azt meg akarták venni, úgyhogy gyakorlatilag engem akartak megvenni, tehát zsebbe akartak tenni pénzt. És hát ugye a legrosszabb ajánlat is 150 millió volt, a legjobb ajánlat az 400 millió akkor, és ugye ráadásul még mindenütt az lett volna, hogy vigyem tovább a pénzintézetet, ami akkor ugye piacvezető volt, és ugye én nem voltam eladható. Miért? Mert ugye nekem volt egy elvem, amit én
még akkor alakítottam ki, amikor broker voltam, és azért hagytam abba a brokerséget, milyen broker voltam, biztosítási broker, azért hagytam abba, mert az az elv, amiért én elkezdtem a pénzügyi területet, az rájöttem, hogy a pénzügyi területen, ha azt a dolgot nem én képviselem, tehát nem én vagyok a vezetője, akkor a pénzügyi terület másról nem szól, csak a pénzről. És én nekem meg nem a pénzről szólt, hanem az emberekről. Tehát ami azt jelenti, hogy azok, akik ugye befektettek, vagy azok, akik még több dolgot is csináltak, mint befektettek, az mit jelent? Hogy én mindig olyan szervezetet hoztam létre, egészen ugye 91-től, ahol lehetett szervezni. Tehát szervezni. És lehetett ezáltal pénzt keresni. Tehát nem csak, mint befektetési szervezet működött, hanem lehetett szervezni is. És ezáltal ugye abból akár lehetett megélni, sőt nem is akárhogy, már akkor sem, nem is akárhogy lehetett megélni. És ugye ez azon a területen, ahol dolgoztunk, ez gyakorlatilag páratlan volt, tehát teljesen egyedülálló. És hát nem véletlenül lettünk a legnagyobbak, és ugye úgy történt ez az egész, hogy tehát az első területről azért szálltam ki, az a biztosítási terület volt, mert én azt láttam, hogy az nem az emberekről, meg az emberekért van, hanem a biztosító tulajdonosaiért van gyakorlatilag. Na most, és utána, amikor beszálltam olyan területbe, ami kezdetben tényleg az emberekről szólt, ez pedig az önkéntes nyugdíjpénztári terület volt, hát ugye azt is azért csináltam, hogy az emberekről szóljon, és sikerült több évben is a legjobb, legmagasabb hozamot nyújtania a tagjainknak, és azért ugye mondanám azt, hogy már akkor voltak olyan szervezők, akik millió forint fölött kerestek. Jó, azért ugye azt érdemes hozzátenni, hogy ott lehetett cégeket hozni, és azért mit tudom én, mondjuk, hogyha egy 1500 fős céget valaki mondjuk behozott annak idején a pénztárba, azért annak volt rendesen jövedelem vonzata. És az ugye egy tételű jövedelem volt. Jó, de abból max egy évig lehetett részesedni, ugye tovább nem, de mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ugye nekem nem az volt a lényeg, hogy én gyarapodjak sose, hanem mindig az volt az elvem, hogy élni és élni hagyni, és hogy mások is gyarapodjanak. Na most ezen a pénzügyi területen az, hogy mások is gyarapodjanak, ez elég egyedülálló volt. Azon a területen meg, ahol én dolgoztam, ugye önkéntes nyugdíjpénztári területen, azon meg teljesen egyedülálló. Majd ugye ez nem tetszett a hatalomnak, hogy mi vagyunk a legnagyobbak, és leköröztünk simán bankokat, meg biztosítók által támogatott, illetve tulajdonában lévő, idézőjelben tulajdonában lévő önkéntes nyugdíjpénztárakat simán leköröztünk, és ugye ez a hatalomnak nem tetszett, aztán tettek azért, hogy nem működjünk tovább, de ugye mivel a legnagyobb szervezési területet, tehát legnagyobb szervezési eredményeket értük el, ezért ugye megkerestek olyan hasonló pénzügyi területről, amit önkéntes, önsegélyező pénztárnak hívnak, megkerestek, hogy szervezzünk nekik. Na akkor már ugye azt nem én hoztam létre, azt a pénzintézetet, akkor már hála Istennek csak külsősként ugye működött a dolog, ami azt jelenti, hogy csak szerveztünk, és elértük, hogy az legyen a legnagyobb önsegélyező pénztár Magyarországon, úgyhogy pedig volt már, mikor az elindult, olyan önsegélyező pénztár is, ami mit tudom én, már csak nem 10 000 fős volt.
mikor ez az még nulla volt. Na mindegy, elértük azt, hogy legnagyobb legyen, de hát ugye ott is az államnak nem nagyon tetszett, hogy az emberek nagyon igénybe veszik az önsegélyező pénztárt, és akkor abból is, ott is törvényváltozások lettek, ugyanúgy, mint a... Hát most gondoljátok végig, hogy az önkéntes nyugdíjpénztár avval kezdte a pályafutását, hogy a befizetésednek az 50%-át azt leírhattad az adódból. 50%-át. Most ez 25%. Érted? És lényeg az, hogy az önsegélyező pénztárnál is olyan dolgok voltak, hogy befizetett az ember, és kapott önsegélyezést, és gyakorlatilag azonnal igénybe vetted az adókedvezményt, és abban az adott hónapban, tehát a következő hónapban hozzájutottad jutottál a pénzedhez. Tehát mondjuk volt havi szinten, mit tudom én, 25-30% nyeresége. Ezt az állam ezt is becsukta, ezeket a lehetőségeket is, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy vannak önsegélyező pénztárak, csak már nem ilyen feltétele. Vannak önkéntes nyugdíjpénztárak, csak nem ilyen feltételekkel, ahogy ez indult. A lényeg az, hogy ezekből a területekből kiszálltam, ugye a pénzügyi területből 2007-ben, majd foglalkoztunk egészséggel már párhuzamosan 2005-től, és hát már 2005-től rájöttem arra, hogy az, nem, ezek, az egészségterület az nem az én területem, az, és az csak egy ilyen áthidaló megoldás volt. De nagyon érdekes, hogy például azt látom, hogy akik egészséggel foglalkoznak, azok félősebbek az egészség területén, mint akik nem foglalkoznak egészséggel. Tehát nagyon érdekes, tehát jobban félnek, akik egészséggel foglalkoznak, tehát most nem a gyógyászat területén mondom, tehát hanem akik egészségtermékekkel foglalkoznak. Ugye mi egészségtermékekkel foglalkoztunk, tehát ugye étrendkiegészítőkkel foglalkoztunk, és én azt látom, hogy akik jelenleg étrendkiegészítőkkel foglalkoznak, vagy már az elmúlt két évben is étrendkiegészítővel foglalkoztak, azok félősebbek, mint az átlag emberek. Tehát én azt látom, hogy például mindig egy nagy kertben vásárolunk étrendkiegészítőket, és sehol még nem hordtak maszkot, ott már igen. És sehol nem kellett még maszkba kötelezően lenni, úgy már úgy, oda már csak úgy lehetett bemenni, hogy maszkba. Tehát az egészség, tehát így az egészség termékekkel foglalkozó emberek, azok mivel egészséggel foglalkoznak, ezek mintha jobban féltenék az egészségüket, mint az átlag emberek. Ezt egyébként figyeljétek meg, hogy pont így van. Nyilván kivételek vannak, biztos, mint minden területen, ahol emberek működnek, de ugye ezen a területen ez így működik. Na és ugye nekünk egy átmeneti terület volt maga az egészség, de az nagyon jó volt arra, hogy ne tudjanak az egészség területen megvezetni. Tehát az egy nagyon jó iskola volt arra, hogy bejött a Covid, és ne tudjanak megvezetni azon a területen. Nem tudom, elég világos vagyok-e. Mert én azt látom, hogy a legtöbb embert úgy megvezetik két éve, vagy másfél éve, érted, mint ahogy akarják. Na most, ha az ember foglalkozott olyan dolgokkal, amivel én foglalkoztam, akkor elég nehéz megvezetni bármilyen olyan dologgal, ami az ember és az élet működésével kapcsolatos, ami az elmúlt 10 évben nem igazán sikerült senkinek. Jó? Tehát ez vagy 11 évben, ezt csak úgy mondanám. Na most lényeg az, hogy nem véletlenül kaptam pont én azt a látomást, hogy a szervezetemmel egy készülő dolgot el kell kezdeni. Az a készülő dolog azt jelenti, hogy ez egy cél. A cél az aranykor, akkor még nem tudtam, hogy ugye miért az aranykor a cél, simán elfogadtam. Ugye mit jelent a látomás, hanem ugye nem földi emberek általi látomás, hanem isteni teremtmény általi látomást kaptam arra vonatkozóan, hogy hozzuk létre az aranykort, és akkor elmondták, hogy miért kell az aranykor.
de ugye én ezt bevállaltam, ezt az aranykort, és elkezdtük csinálni. Tehát az aranykor az egy olyan társadalmi forma, nagyon egyszerűen, ahol nincsenek már elnyomók. Mi lesz az elnyomókkal? Hát ugye azt tudjátok, aki egy kicsit is ért az ember működéséhez, akkor pontosan tudja, hogy az ember, mondom, ha egy kicsit ért az ember működéséhez, akkor pontosan tudja, hogy az ember az nem csak egy testből áll, hanem egy lélekből is. És az a lélek, amely bennünk van, azt is tudja, vagy tudni illik, hogy halhatatlan. Tehát az nem halandó. A testünk az halandó, a bennünk lévő lélek az halhatatlan. És ugye, ha egy kicsit jártasabb az ember, akkor tudja, hogy ezen a földön sok ember az ilyen reinkarnációs folyamaton vesz részt. Ami azt jelenti, hogy meghal, átmegy létközi állapotban, majd megint újra születik. Mielőtt újra születik, törlik a tudatát. És akkor ez így ismétlődik az embereknél. Ennek megvan az oka, hogy miért, lehet, hogy majd beszélek még most róla, de most nem erről szeretnék. Tehát lényeg az, hogy ugye ezt illő lenne tudni, és ezt nem tudom, tudjátok-e, hogy a Föld nagyobbik fele ezt is hiszi, hogy ez így van. Tehát az azt jelenti, hogy itt van 8 milliárd ember, és legalább 5 milliárd hiszi azt, hogy ez így van. Na most onnantól kezdve te lehetsz nyugodtan a kisebbségbe, most mondom azoknak, akik újak, akik nem hisznek ebben a dologban, de mégis a Földön lévő emberek többsége az ebben hisz, ebben a reinkarnációs folyamatban. És ez azt jelenti, hogy nem mostantól hisz, hanem évezredek óta hisz. Tehát magyarul ez egy múltból jövő, nem hit, hanem tudás, ez a különbség. Tehát ez nem egy vallás kérdés, hanem ez egy tudás kérdés. Na most a múltban, amikor még a teremtéshez közelebb álltak, akkor nyilvánvalóan frissebb információjuk volt a teremtéssel kapcsolatban, mint a jelenbéli emberekkel, nyilvánvaló. Tehát hogyha te közelebb vagy egy forráshoz, akkor nyilván, mármint időben, akkor nyilván több információd van róla, mint hogyha már a forrástól eltávolodtál, és kézen közön keresztül kapod az információt. Ezt ki is lehet próbálni, kicsit, mit tudom, pár mondatos információt súgsz valakinek, érted, és ott áll mondjuk 10 ember, és egymásnak súgják az információkat, tudni, hogy a tizedik már nem azt fogja visszamondani, amit az elsőnek súgtál. Jó? Tehát ami annyit jelent, hogy gondoljátok végig itt a több ezer éven keresztül, hányszor torzult el már az információ, hiszen mondhatjuk azt, hogy 25 év egy generáció. És ez nem csak most 25 év egy generáció, hanem anno annak idején is 25 év volt egy generáció. Tehát az azt jelenti, hogy gondold végig mondjuk 4000 év alatt, játszanak a gyerekek? 4000 év alatt, gondold végig, oszd vissza 25-tel, akkor hány generáció volt itt már a Földön. És az azt jelenti, hogy mindig csak egy kicsit tettek hozzá, vagy vettek el, akkor ahhoz képest az információ már mennyit torzult. Jó, tehát lényeg az, hogy de mégis az emberiség nagy része az tudja, hogy ez így van, tehát ebben hisz legalább. Ugye a fehér embernél próbálták elhinni, hogy ne ilyen dolgokban higgyen, hanem a pénzben, de hát ez egy dolog. Na most lényeg az, hogy azért kaptam ezt az egészet, mert ráadásul etikai szempontból, lehet, hogy mégiscsak be kell hajtanunk a gyerekek miatt az ablakot, és akkor bekapcsoljuk a klímát. De nem ez kell, hanem másikat. Jó. Látom, már rögtön be is öltöztél. De mind a két klíma 25 fokra van állítva. De meleg van.
Na szóval, köszönöm, hogy becsuktad. Szóval lényeg az, hogy, ugye miért is én kaptam. Hát mert, nálam nem a, ez, tehát bebizonyítottam itt a sok év, sok három évtized során, hogy nem a pénz érdekelt sose. Tehát hogyha valaki egy kicsit ismeri a, számmisztikát, a numerológiát, akkor ugye csak egy dolgot mondanék ezzel kapcsolatban, hogy a küldetés számom az 9-es, az pedig a szellemiség. És, a 9-esek foglalkoznak leginkább az összes szám közül, tehát az 1-től 9-ig vannak a számok, tehát az összes jegy közül a legkevésbé érdekli a pénz. És én nekem az mindig működött, hogy tudtam azt, hogy amennyi pénz kell, azt úgyis megteremtem. És, az nekem úgy elég, az kész, ennyi. Tehát nem érdekel. Tehát engem mindig jobban érdekelt százszor a pénznél maguk az emberek. Tehát én soha nem azért hoztam létre egy üzletet, hogy magamért, vagy a családomért. Nem. Na most ez elég furcsán és hangozhat emberek, akik főleg ugye vállalkozóként azért hoztak létre egy vállalkozást, mert a családjuk miatt. Tehát ugye a családjukat eltartják, én nem azért hoztam létre. Én nekem eszemágában nem volt igazából vállalkozást létrehozni, mert amiben én vállalkozást létrehozhattam volna, ugye az a szakmám, az már akkor milliókba került volna, hogy létrehozzam. És akkor úgy lettem vállalkozó, hogy végül is apu szépen így rávezetett, mivel ő vállalkozó volt, és apu szépen rávezetett már felnőttként arra, hogy kezdjek el vállalkozni. És, gyakorlatilag amikor olyan vállalkozást találtam, mert ugye az a vállalkozás gyakorlatilag, ami, által apu rávezetett, az csak így ilyen kiegészítő vállalkozás volt, mondhatjuk azt, hogy egy kicsit kényszervállalkozás, de attól még volt főállásom. És amikor ugye elkezdtem a pénzügyi területtel foglalkozni, akkor a hálózatépítésen keresztül ismertem meg a pénzügyi területet, és akkor jöttem rá arra, hogy létezik szabad vállalkozási forma. Tehát olyan szabad vállalkozási forma, ahol az emberekért, ha teszünk, és az emberek, ha tesznek más emberekért, akkor senki nem fog rosszul járni. És erre ezt én átláttam még rögtön az első évembe, és onnantól kezdve ettől a területtől én nem távolodtam el. Tehát ami azt jelenti, hogy ugye így hoztam létre már a saját cégemet is, meg a saját cégem szolgáltatásait, hogyha az emberek jól járnak, akkor én sem járok rosszul. Ennyi. És a többi, az részletkérdés. Na és, de az ember úgy tud jól járni, hogyha etikus az emberekkel szemben. Tehát, hogyha valaki emberekkel dolgozik, akkor első és legfontosabb, hogy etikus legyen. Na, nyilván én nem tanultam az elején az etikát, aztán mikor elkezdtem tanulni az etikát olyan 99 környékén, akkor jöttem rá arra, hogy mennyire fontos az etikának az ismerete és alkalmazása, akkor, hogyha az ember emberekkel foglalkozik. És akkor elkezdtem figyelni az etikának a működését, hogyha az ember figyelembe veszi az etika szabályait, akkor mennyivel alakul másként az élete, mint akkor, mikor az ember nem ismeri az etika szabályokat, ezáltal nem is tudja figyelembe venni. Mert ugye elvileg van etika szabály, a 10 parancsolat, ugye a Bibliában, na most, de abban nincs benne, hogy hogy juss oda. Tudod? Tehát abban benne van, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld azt. Érted? De most az alapjában véve nem elég.
tehát kevés. Tehát az etika az részlet, részletes szabályi vannak, nem véletlenül 60 órában tanuljuk ezeket a dolgokat. Tehát 60 óra csak maga, nem is, 120 óra, bocsánat, igen, régen volt 60 óra, 120 óra csak maga az etika, tehát 120 óra. Na most gondoljátok végig, az etika nálunk 120 óra, és én mindig le voltam azon döbbenve, amikor például mondjuk valaki parapszichológiát tanított, parapszichológiát, és amikor én ezt láttam, hogy parapszichológiát tanít, akkor abba a terembe befért mondjuk 100 ember, vagy 120. Sőt, még lehet, hogy több is, ha széksoros, akkor majdnem 200. Tehát mondhatjuk azt, hogy csak nem 200 embernek tanította a parapszichológiát. Na most a parapszichológia által az ember képes belepiszkálgatni a szellemvilágba. Etika tanulmányok nélkül. Tehát etika tanulmányok nélkül. Ami azt jelenti, hogy simán vissza tud élni a tudásával. Simán. És az ember úgy működik, ha rossz állapotba kerül, akkor vissza is él vele. Ez ennyi. Ugyanis, ha az ember rossz állapotú, akkor elveszti önmaga felett a kontrollt. Mert nem a tudatossága működik egy rossz állapotú embernek, hanem az érzelmei. És attól függ, hogy az illető mennyire hasznos vagy káros a társadalomra, rossz állapotban, tehát rossz állapotban, attól függően történik ez, hogy az illető milyen neveltetést kapott. Ha viszonylag jó neveltetést kapott, akkor még rossz állapotban sem okoz nagy kárt a társadalomra. De ha rossz állapotban, ráadásul még rossz neveltetést is kapott, akkor ez a rossz neveltetés kapcsol be neki, és az illető fogja és a környezetében levő személyeket elnyomja a rossz állapotba. Most ez, hogy milyen formában csinálja, ez most tök mindegy. Tök mindegy. Na most lényeg az, hogy, az emberek azok hajlamosak arra, hogy, ne tudjanak kezelni egy olyan helyzetet, ahol ami, egy olyan helyzetet, ami rossz állapotba taszítja őt. Tehát ezt a legtöbb ember, ha ezt nem tanulta, akkor gyakorlatilag nem tudja kezelni. Tehát én még nem találkoztam olyan emberrel, aki például egy, olyan helyzetet, ahol vele szembe történik valami, tudás nélkül jól kezelje. Tehát jól kezelje. Mit szoktak csinálni az emberek, hogyha vele történik valami negatív, vele szembe történik valami negatív dolog? Vagy támad, vagy menekül. Tehát ez a tudatlansági tényező, amikor ugye tudatlanságból vagy támad, vagy menekül. Hát egyik sem megoldás, tehát se a támadás, se a menekülés. És mégis az emberek csak ezt a két módszert alkalmaznak. Tehát nincs harmadik módszer. Tehát ha az ember tudatlan, akkor harmadik módszer nincsen. A tudás adja a harmadik módszert, mert az módszer. Tehát az is egy módszer, hogy, mondjuk elnyomnak, és akkor támadsz. Vagy az is egy módszer, hogy elnyomnak, és menekülsz. Világos ez? Tehát nincs más. Nézd meg, nézd körül a környezetedben. Senkit nem látsz, akit nem tanulta azt, hogy mondjuk egy olyan helyzetet, ahol elnyomják őt, az mindegy, hogy ki nyomja el, vagy mi nyomja el, hogy ne ezt a kettő közül alkalmazza valamelyik. Na most se nem jó a támadás, se nem jó a menekülés. Egyik se. Tehát vannak megfelelő módszerek arra,
hogy az ember hogyan kezeljen egy olyan helyzetet, ahol úgy érzi, hogy őt elnyomták. Mit csinál a legtöbb ember egyébként? A legtöbb ember az támad. Tehát az támad. Tehát amikor elnyomják, akkor támad. Tehát az egy menekülés, például, hogy értsed, amikor az ember visszahúzódik. Tehát az elnyomás hatására visszahúzódik. Magába fordul például, az egy visszahúzódás. Oké? Tehát csak nem a fele ezt csinálja. Tehát visszahúzódik. Tehát valamivel több az, ami támad, nem sokkal. Tehát mondhatjuk azt, hogy majdnem ez megoszlik fele-fele arányban. Na most az se jó, ha támadsz. Ugye miért? Mert a támadással újabb támadást generálsz. Oké? Hát főleg, hogyha egy elnyomót támadsz meg, az még inkább visszatámad. Világos ez? Na most a visszahúzódás meg azért nem jó, mert az elnyomót, ha visszahúzodsz, akkor alapot lát arra, hogy tovább támadjon. Érted? Mert alapvetően az elnyomó az a gyengét támadja. És egy helyzet mögött általában mindig emberek vannak, kivétel, ha mondjuk egy állat támad meg. Tehát megtámad egy kutya, az ugye más helyzet, de ha megnézed, a kutya is így működik. Ha a kutyától nem félsz, nem támad meg. Vagy ha meg akar támadni és nem hagyod magad, akkor a kutya elmenekül. Jó, tehát, de az elnyomó egy kicsit más. Oké? Tehát az elnyomó ember nem olyan, mint a kutya. Tehát az elnyomó ember az úgy működik, hogyha mondjuk támad, például, mit tudom én, mondjuk volt egy banki hiteled, és a mondjuk elkezdett támadni a bank, hogy mondjuk fizess vissza a banki hitelt. És te erre elkezdted támadni a bankot. Erre mit csinált a bank? Még jobban támadott. Tehát nem tudom, elég világos példa. Tehát nem megoldás. Tehát az elnyomó szervezetekkel szemben, például, mit tudom én, mondjuk van egy adótartozásod, és akkor elkezded támadni mondjuk a NAV-ot, érted? Akkor az még jobban fog téged támadni. Világos ez? Tehát manapság az embereket nem személyesen támadják meg. Tehát ha személyesen támadnak meg, és te vagy az erősebb, akkor nyilván nem fog tovább támadni. De manapság nem személyesen támadják az embert. Tehát a problémáid, illetve az emberek problémája nem abból származik, hogy személyesen megtámadják őt. Hanem egy problémán keresztül érzi őt megtámadva. Tehát érzi magát megtámadva. Világos ez? Tehát mondok egy példát, hogy világos legyen. Tehát mit tudom, élsz egy párkapcsolatban, és mondjuk megcsal a párod, ez személyes támadásként éled meg. Világos ez? Ha nem hiszed, nézd meg, ez így működik. Mindenkinél így működik. Tehát az egy személyes támadás. Ha nem személyes támadás lenne, akkor vagy nem támadnál vissza, vagy nem kezdenél el menekülni. Világos ez? Tehát mit csinálnak az emberek? Személyes támadásnak élik meg, hogy megcsalja a párja. Tehát miért? Mert elnyomásként éled meg. Érted? Tehát ha megcsal a párod, te elnyomásként éled meg. Tehát nem orba vágott, egyszerűen csak megcsalt. Érted? Ezért ugye vannak, akik mit csinálnak, fogják, beadják, azért mert a párja megcsalta, beadja a vállókeresetet. A másik meg bosszút áll. Nem? Az egyik a menekülés, a másik a támadás. Oké? Nézd meg, ezt csinálják az ember, és minden problémával ezt csináljátok. Ha csak nem tanulsz olyan helyen, ahol ezt megtanítják, mert akkor kérdezném, hány helyen tanítják ezt.
hogy mit kezdjél azzal, hogyha támadásként, már pedig minden probléma, ami téged ér, az támadásként éled meg. Tehát a személyed elleni támadás. Oké? Minden. Tehát például, mikor veszekedsz valakivel, mondjuk a pároddal, az azt jelenti, hogy azért veszekedsz, mert mondott rád mondjuk valamit, azért vágsz vissza, mert támadásként élted meg. Világos ez? Tehát így akarod leélni az életedet? Hogy mindenre ezt a két eszközt, ezt a két módszert alkalmazod? Hogyha támadásként élsz meg bármit az életedben, akkor vagy támadsz, vagy menekülsz. Ezt így akarod csinálni? Hát egyik se jobb a másiknál. Mind a kettő rossz megoldás. És mind a kettő ösztönből fakad. Mind a kettő ösztönös megoldás. És ösztönös megoldással akarod megoldani a problémáidat? Tehát szerinted az ember ösztönlény, vagy ösztönlénynek kell lennie? Hát ösztönlény is, ha hagyod, hogy ösztönlényét tegyenek. Világos ez? Ha hagyod, hogy ösztönlényét tegyenek. Márpedig ez az elmúlt két év arról szólt, vagy több mint másfél év most már, arról szólt, hogy ösztönlényét tegyenek. Érted? Hogy ne gondolkodj, hanem ösztönösen cselekedj. Tehát ha megnézed, ösztönös cselekvés. Mi az ösztönös cselekvés? Azt mondták, hogy megtámadta őket egy betegség, nem? És erre ők mit csináltak? Elmenekültek avval kapcsolatban a betegségtől. Hogy menekültek el? Beoltatták magukat. Hát ez egy menekülés. Én meg azt mondtam, hogy szívesen csókolózok covidosokkal. Komolyan mondom. Nem vicc. Miért? Hát hogy az immunrendszerem kialakuljon ellene. Ilyen egyszerű. Érted? Ilyen egyszerű. Most a csókolózást ne úgy értsd. Jó? De ennyi, ennyi. Tehát az immunrendszerem azért van, hogy állja a sarat. Világos ez? Na most ilyen egyszerű például, ennyire tudatlanak az emberek. Hát azt se tudják, hogy van immunrendszerük. És azt se tudják, hogy hogy működik az immunrendszerük. Mert ha nem tudják, hogy hogy működik a rendszer, az immunrendszerük, akkor gyakorlatilag az ő számukra nincs immunrendszer. Nem? Oké? Tehát kaptam egy küldetést, azt a küldetést, hogy akkor még nem tudtam, csak annyit tudtam, hogy aranykornak kell lennie. Aranykornak kell lennie. És akkor azóta már tudom, hogy azért, mert az egy átmeneti időszak, az aranykor. Tehát most gondold végig, te mit hiszel saját magadról? Te mit hiszel saját magadról? Mi a tüzes menküt keresel itt a Földön? Hm? Mit csinálsz itt? Minek kellett leszületned? Hm? Mit hiszel magadról? Ja, anyukád meg apukád összedugta, amiük volt, érted? És, ja, és ezért jöttél, azért vagy itt. Ugye nem gondolod ezt komolyan, hogy azért vagy. Na most eleve, ha egy kicsit foglalkozna emberekkel. Ugye én említettem, hogy 34 éve kezdtem el emberekkel foglalkozni, és 30 éve van saját csapatom. És azóta elég sok mindent megtapasztaltam. Többek közt ugye azt is, hogy nincsenek véletlenek. Tehát ugye az imént mondtam, hogy ha lenne egy csapatod, akkor
egy kicsit több információd lenne az emberekről, mint azoknak, akiknek nincs. Tehát én látom azt embereknél, hogy hogyan változik az életük, hogyan alakul át az életük, hogy azáltal, hogy megváltozik a gondolkodásuk. Tehát én ezt látom. És látom azt, hogy mennyivel másabb az a fajta szemlélet, amikor az ember tudja, hogy mi miért van. Mint mikor az ember azt mondja, hogy ez is véletlen, meg ez is véletlen, ja ez meg szerencse, ja ez meg szerencsétlenség. Mert ugye az emberek, ha megnézed, a tudatlan emberek mindent ebben magyaráznak. Hogy ez véletlen, meg ez is, ez meg szerencse, ez meg szerencsétlenség. Na most, tudod mi a baj ezzel? Hogy próbálj már egy véletlen befolyásolni. Nem tudsz. Próbálj már egy szerencsét befolyásolni. Nem tudsz. Próbálj már egy szerencsétlenséget befolyásolni. Nem tudsz. De ha tudod, ha nem tudsz, gondold végig, akik az M3-ason vagy M7-esen jöttek, busszal mit tudtak csinálni? És ott haltak meg 8-an. Mit tudtak csinálni? Mit tudtak befolyásolni? Azon a idézőjelben véletlenek. Erre azt mondom, hogy tuti, hogy azon a buszon mindenki be volt oltva. Jó? Tuti. Azért mondom. Azért mondom. Tuti, hogy azon mindenki be volt oltva. És ugye mi az, amit kaptam a fentiektől rögtön, azonnal, amikor kötelező oltás kezdődött bizonyos helyeken, érted? Meg nem csak a kötelező, hanem ez az óriási kampány az oltással kapcsolatban, hát azt, hogy nincs védőangyal, akit beoltottak, nincs védőangyal. Ennyi. Nincs, egyelőre nincs más, csak ennyi. Beoltás, védőangyal, távozás. Érted? Ennyi csak. De én azt hiszem, hogy bőven elég lesz sok embernek, hogy nincs védőangyal. Bőven elég. Mert egy csomó élethelyzetben ők mentettek meg. Érted? Ők mentették meg az embereket. Most ez már nincs. Persze meggondolhatják még az emberek magukat, és az embernek bármikor megjöhet az esze. Ugye? Szokták is mondani az emberekre, hogy na végre megjött az eszed, nem? Biztos ezt már te is mondtad, vagy gondoltad, vagy neked mondták. Nekem mondták gyerekkoromban, vagy fiatalkoromban. Na végre, fiam, megjött az eszed. Oké. Okay. Tehát nem tudom, mennyire ismerős számodra ez a mondat. Na, megjöhet az embereknek az esze természetesen. És akkor nyilván más a helyzet. De most elment. Nem megjött? Elment. Tehát ha valakinek elmegy az esze, minek a védőangyal? Oké? Okay? Minek? Tehát ugye tudjátok jól, hogy aki tisztában van avval, hogy van egy lelkünk, azt is tudja, hogy hát nem véletlenül születünk. És azt is tudja, hogy amikor megfogan a lélek, nem a lélek az ember, megfogan az ember, a lélek az nem fogad, tehát az ember megfogan, abban a pillanatban, a fogantatás pillanatában lejön a lélek. Gondolj bele, akkor micsoda tudás van odafönn, ha ezt tudják, hogy mikor kell a léleknek lejönni. Érted? Tehát hol van a mi tudásunk az övékéhez képest? Na most, ugye előtte törlik a tudást, mielőtt lejövünk. Sőt, az ember még mielőtt kitörölték volna a tudását, kiválasztja, hogy hova születik. Tehát amikor például coachingoltam házaspárokat, akiknek nem lehet egy gyerekük, mondtam nekik, hogy éljétek úgy az életeket, hogy egy gyerek oda be akarjon születni.
Érted? Mert nem úgy éltek. Tehát ugye a legtöbb coaching az párkapcsolati téren szokott megvalósulni, világviszonylatban is. És lényeg az, hogy, gondold végig, ha az ember nem olyan életet él, akkor nem biztos, hogy lesz gyereke. Tehát, ha valaki tisztában van ezekkel a dolgokkal, akkor tudja azt, hogy a születésünk az fentről intézett dolog. Tehát fentről intézik. És ha egy kicsit tovább mész ezen a gondolaton, akkor egyértelmű, hogy az öngyilkosságon kívül a halálod is fentről intézett. Tehát, hogy mikor hagyod el a testedet a lelkedből, mint elhalálozott, az gyakorlatilag fentről intézett. Tehát nyilván, amikor már a fentiek tudják, hogy hamarosan kiszállsz a testedből, akkor már nem kell intézkedniük. Akkor már csak várnak, hogy mikor történjen ez meg. De nyilván oda kell jutni az embernek. Most csak ez azért mondom, hogy ha valaki azt gondolja, hogy az elnyomók majd maguktól meghalnak, vagy valaki elteszi őket láb alól, akkor mondok egy rossz hírt, vagy egy jó hírt, a szociális embereknek jó hír, az antiszociálisoknak meg rossz, hogy a teremtők intézik ezeket a dolgokat. Ami annyit jelent, hogy ugyanúgy a halál, nem véletlenül ugye az ilyen mitológiai dolgokban benne van, hogy jön a kaszás, aztán elviszi, tudod, a haldoklót. Tehát lényeg az, hogy intézik a halált. És ha valaki mondjuk hosszú betegség után meghal, hát azt is, hogy oda jusson, hogy meghal betegségéből, az is intézett. Csak ugye van egy másik olyan lény, amelyik ebbe közrejátszik, amely ugyanúgy működik, mint a fentiek. Hát és ez pedig a te lelked. Tehát amikor a lelked azt látja, hogy, a küldetésedet reménytelen, hogy beteljesítsd, akkor minek élsz? Akkor azt mondja a lélek, figyeld, a lélek lejött egy küldetéssel. És ezt a küldetést azért jött le, hogy beteljesítse. Nem azért, hogy, tömje a testet. Érted? Nem azért, hogy jókat szórakozzon a test, lehetőleg minél több pénzt költve szórakozzon. Nem, ezért jött le a lélek. Senkinek nem ezért jött le a lelke. Mindenkinek van egy konkrét küldetése. Vannak olyan tudományok, amelyik ezzel foglalkoznak. Nem sok a bolygón, de vannak ilyen tudományok. Sőt, több ezer éves tudományok is vannak, ami konkrétan foglalkozik azzal, hogy kinek mi a küldetése. Tehát az emberek azt hiszik, hogy azért születtek, mert apuka meg anyuka összerakta, amilyen volt. Nem ezért. Hanem azért, mert a lelked le akart már születni, és segítséggel le is született, fenti segítséggel le is született, és amikor reménytelen, hogy a küldetését beteljesíti, akkor fogják, kiveszik az élők sorából. Na most azért jó, ha tudod, hogy ugye azt nem tudom mennyire tudod, hogy a bolygó egynegyede az, nem, pontosabban egyötöde, tehát a bolygó egyötöde az elnyomó. Tehát az azt jelenti, hogy azon ügyködik, hogy a környezetében lévő embereket, vagy akikre hatásuk van, azt rosszabbul érezzék magukat azáltal, hogy elnyomják őket. Na most, de ha jobban megnézed, most az elnyomók, az egy
eszköz. Milyen eszköz? Egy olyan eszköz, hogy ma, hát én mondom már, vagy 15-20 éve tanítom, hogy a bolygón nem az ártó tettek, a szándékos ártó tett a probléma. Tehát nem az, hogy az emberek halomra ölik egymást, vagy mit tudom, gyilkolják, vagy halomra elnyomják egymást, nem ez a probléma. Hanem az, hogy a jó emberek nem tesznek a jövőjükért semmit. Ez a probléma. Na most gondold végig, itt van egy emberiség, aminek 80%-a teljesen jó indítatású. Tehát ami azt jelenti, hogy szociális, nem antiszociális. 20% antiszociális, de a 80%-a szociális. De a 80%-ból alig vannak olyanok, akik ne ezt csinálnak. És akkor várnak. Hát, ha jobb lesz. Hát, ha mondjuk beoltjuk magunkat, és akkor jobb lesz. Érted? Vagy hát, ha mit tudom én, lesznek új munkahelyek, és akkor jobb lesz. Hát, ha megszűnik ez a vírusválság, és akkor jobb lesz. Érted? És hát, ha jobb lesz. És közben semmit nem csinálnak. És nézd meg, ha nem hiszed, mit teszek? Sokan vannak spirituális emberek, akik azt mondják, mi teszünk, hogy meditálunk. Aha, és a fizikai valóságban mit tesznek? Erre meg én tudok ilyet csinálni. Oké? Mit csináltok a fizikai valóságban a meditáción kívül? Ami kell, nem kérdés. De azon kívül. Tehát nem kellene az embereket tudatosságra ébreszteni? Tehát aki azt gondolja, hogy ő hű, milyen tudatos, miért nem csinálod, hogy másokat is tudatosságra ébresztesz? Hát annyira el vagytok szállva magatoktól, ébreszd már többit is tudatosságra! Különben mi lesz? Hát különben az lesz, nézzük meg, mi lesz. Jó? Hol van? Valahol lesz. Álljál, mert nem, itt van. Azt mondja, hogy mi lesz azok, akik nem hajlandók fejlődni? Tehát például itt vannak a spirituális emberek, van nekünk egy képzésünk. Az a képzés címe, hogy mi a tanulás coach képzésünk címe? Eredményes tanulás, na nem jutott eszembe az eredményes szó. Eredményes tanulás coach. És tanuljuk azt, hogy mik a tanulás akadályai, és nyilván ahhoz, hogy az ember tudjon tanulni, elsősorban a tanulás akadályait kell legyőzni. És van két alapvető akadály. Ez egy kis adalék abból. Az egyik az, hogy én nekem nem kell tanulni, mert én mindent tudok. Vagy legalábbis azon a területen mindent tudok. Ez az egyik legnagyobb akadály. Érted? A két ilyen téma közül. És tudod, mit látok? A spirituális emberek nagy része ilyen. Nekem nem kell tanulni. Hát én mindent tudok. Aha, és ide jönnek spirituális emberek, mert csak olyanok jönnek, és meglepődnek, hogy mennyi mindent nem tudnak. És te meg azt gondolod magadra, hogy te mindent tudsz. Hát persze, így nem is fogsz fejlődni. Most hogy adsz át tudást, hogy adsz át olyan tudást az embereknek, amit a mindennapokban használnak? Tehát például az egy mindennapi használati tudás, hogy azt mondod az embereknek, hogy hogyan legyenek jó hangulatúak, főleg a mai világban, ami alapvető. Hogy tanítod meg őket? Azt mondod nekik, hogy
meditálj. Hát a legtöbb ember még meditálni se tud. Sőt, rengeteg spirituálist ismerek, aki nem is tud meditálni. Na most mondok egy példát, tehát nem leértékelés, jó? Szerintetek Kína miért foglalta el annak idején Tibetet, igen, köszönöm szépen, Tibetet? Mert megnézed a tibetieket, semmit nem tettek, így van, semmit. Ott volt a világ legnagyobb tudása az emberek és az élet működésével kapcsolatban, és gyakorlatilag egy zárt körbe megtartották maguknak. Erre fogták, és a fentiek engedték, hogy elfoglalják őket. Érted? És semmit nem tudtak tenni a tibetiek. Semmit. De meditáltak. És hiába meditáltak, mégis elfoglalták őket. Érted? Tehát egy olyan világban élünk, ahol kell a szellemiség, nem kérdés. Én tudom a legjobban, hogy kell. De a fizikai világban is élünk. Még nem szellemvilágban élünk. Még nem léptünk ki a testünkből. Még itt van ez a test, amit meg tudsz fogni, anyag. Érted? Tehát az anyaggal foglalkozni kell. Tehát cselekednünk kell, meg kell tenni dolgokat. Nem elég a meditáció. A tibetieknek sem volt elég a meditáció. Most gondold végig, ha a tibetieknek nem volt elég a meditáció, ahol aztán az egész ország tudott meditálni. Egy ember nem lakott ott, aki nem tudott meditálni. Mégis elfoglalták őket. Tehát akkor látni, hogy nem elég. Tehát nem elég. Tehát nem elég. Tehát a jó emberek most várnak valami, hát tudod hány helyen lehet olvasni? Biztos te is olvasod. Krisztus eljövetelét. Ezt várják, érted? Hogy majd létrehozza újon eljövetelen Krisztus királyságát. És számos írásban, stb. Ezt ne tegyél semmit, ez azt jelenti, hogy jön Krisztus, és egy ember mindent megold. Egy ember, tudod, mit oldott meg eddig a világban? Soha semmit. Tehát egy ember soha semmit nem oldott meg. Még egy Isten sem tudott megoldani a Földön semmit. Egy maga. Oké? Pedig számos Isten volt itt a Földön, számos Isten, és egyedül nem tudta megoldani. Hát akkor most hogy fogja megoldani egy félisten? Mert jó esetben ugye, ha megnézzük, akkor ő félisten. Mert az anyja az ember. Az apja meg Isten. Akkor onnantól kezdve ő félisten. Rengeteg félisten volt itt a Földön, és megoldották a Föld problémáit, dolgait. Most gondold végig, akkor se tudták megoldani, mikor század ennyien voltak a bolygón. Most, mikor már százszor annyian vannak, vagy ezerszer annyian vannak, hogy fogják megoldani? Nem tudom én, 2000 évvel ezelőtt élt, mit tudom én, 100 millió ember a bolygón, érted? Hát most ahhoz képest 80-szor többen vagyunk. Akkor se sikerült megoldani, akkor most jön majd valaki, ezt megoldja. Mondjuk egy félisten. Ne gondolkodjunk már hülyeségeket, érted? Olyat, ami reális. A reális az, hogyha mindenki fejlődik, akkor a bolygó jobbá válik. Ennyi, illetve az emberiség. A bolygó az nem, csak az emberiség jobbá válik, mert akkor a bolygó is. Ha most gondold végig, hogy az emberek etikusabbak lennének, akkor kevésbé lenne környezetszennyezés is. Világos ez? Tehát egy olyan világban élünk, ahol
minden az egyéntől függ. De az egyén mit csinál? Ott a 80% jó ember, és akkor azt várják, hogy majd oldja meg a kormány. Mondj egy dolgot az életedben, amit a kormány oldott meg. Egyet. Ha lehet, hogy valaki, vannak ilyenek, mert például mondjuk a Mészáros Lőrincnek megoldott sok mindent a kormány. Annak meg. De ő a kivétel. Oké. Meg az OTP vezérének is sok mindent megoldott biztos a kormány. Érted? Meg vannak még egy-két ilyen politikus, akinek megoldott a kormány, meg egy-két milliárdos, akinek megoldott a kormány. De ők a kivételek. De az átlagembernek mit old meg a kormány? Hát eleve, ugye most bejött egy olyan szabály, hogy ha külföldről érkezik bevétel egy cégnek, akkor ugye avval az áfával kell elszámolni. Tehát avval az áfával kell számolni. És ugye ezáltal van egy lista, hogy EU-ba, ez az EU-ra vonatkozik, tehát az EU-s országokra, hogy az EU-ban mennyi az áfa a különböző országoknak. A legmagasabb áfa az 24%. Nálunk 27. Tehát 24% áfánál sehol nincs több. Csak nálunk. Érted? Ami azt jelenti, hogy nálunk a legnagyobb az állami elvonás. Oké? Hát csak hogy tisztában legyünk ezzel. Az egész EU-n belül nálunk a legnagyobb az állami elvonás. Nyaljátok a kormánynak ácsóját. Oké? Na csak úgy mondanám, hogy tisztában legyetek ezzel. Nem hiszed? Járj utána. Pillanatokat utána tudsz járni, megkérdezed a Google-ba. Kiadja pitty-putty azt a listát, hogy az összes EU-ban milyen az áfa, hány százalék. Sok kicsi, sokra megy. 3% rendszeresen, éveken keresztül számolt ki, az mennyi. De ugye a legtöbb EU-s országban még 24% sincs. Van, ahol 19%. Például itt a déli szomszédunknál 19%. Romániában. Csak úgy mondanám, az akárhogy nézzük, 7% különbség. Az azért már jelentős. Mondod végig. Hát az már a teljes áfánknak a egy negyede. Oké? Hát azért nem kicsi az. Egy negyede, 7x4, 28. Az negyede. Na azért egy negyede. Azért egy negyede. Sőt, még több is, mint egy negyede. Igen. Na szóval a lényeg az, hogy szuper, szuper. Érted? És a jó emberek mit csinálnak? Hülyeségeket. Meditálnak. Meditálnak, meg még az se. Mennek nyaralni. A jó emberek mennek nyaralni. Költik a pénzt, nem? Hát én meglepődtem valamelyik nap, hogy egy órakor a Pólus Centerben mennyien voltak, papírért mentem, ilyen nyomtató papírért, érted? Dugig volt a parkoló, egy órakor csütörtökön. Dugig a parkoló, érted? És egész nagy forgalom volt, ugye a 15. kerületben, meglepő. Nem, hát ott lézengtek az emberek, érted? Hát nem lézengtek, mert sok, tehát a parkoló tele, akkor... Hát vásároltak, hát gyakorlatilag vásároltak. Igen. Költik a pénzt, van pénzük. Gazdagok, persze. Gazdagok. Ha megnézzük, ha jobban megnézzük az átlag, tehát a jövedelem, mi sose volt ilyen magas. Sose volt ilyen magas a jövedelem, mint most. Tehát, hogyha az emberek, tehát mondhatjuk azt, hogy sose költekeztek ennyit, mint most. Sose. Sose. Hát figyeld, én emlékszem még ezelőtt, mit tudom, 15 évvel, amikor mi jártunk még nyaralgatni, 15 évvel,
akkor közel nem jártak annyian nyaralgatni, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt. Érted? Jó, most, ez, most az időszakot ne nézzük, mert ugye ez most nem reális. De az az előtti részt. Tehát most már azok is járnak nyaralni, akik előtte sose jártak. Pedig az én korosztályom. Járhatott volna, mégsem ment el. Tehát elhitették az, azokkal is, akik sokáig nem mentek nyaralni, hogy az a, az élet, ha nyaralunk. Én meg rájöttem, hogy nem az az élet. Egyáltalán nem. Tehát most gondold végig, ha nem érzed otthon magad jól, és ha ki el kell menni otthonra, akkor valami baj van. Hát ugye van egy ősi mondás, hogy mindenütt jó, de legjobb otthon. Nem? Hát hogyha neked el kell menni otthonról, hogy jól érezd magad, akkor valami baj van. Nem kis baj van, akkor neked nagy baj van odahaza. Érted? És fizetned kell azért, hogy jól érezd magad, akkor is nagy baj van. Érted? Gondold végig, hogy nagy baj van. El kéne ezen gondolkodni. Oké? Okay? Köszönöm szépen a figyelmeteket. Letelt az időm, ránéztem az órára. Lényeg az, hogy honnan lesz tudásod? Tehát honnan lesz tudásod? Honnan lesz tudásod arra, hogy bekerülj az aranykorba? Honnan lesz tudásod? Az aranykorba jutáshoz kell 9 évnyi tudás. 9 évnyi tudás. Tehát hogyha nem tanulod meg azt, hogy hogyan kezel helyzeteket, akkor a helyzeteket agresszíven vagy menekülően kezeled. És az aranykorban már ilyen nem lehet. De nem lehet. Mert az aranykor egy elnyomásmentes átmeneti időszak. Érted? És ha mi nem csináljuk meg az aranykort, akkor ki fogja megcsinálni? Tehát az aranykor egy olyan társadalmi forma, ahol nincs szükség központi irányításra. Tudod miért? Mert az emberek pontosan tudják, hogy mi a dolguk, mi alapján. Ugye az embernek 2 pillanat alatt meg lehet állapítani, hogy mi a küldetése és mi a feladata. Függően attól, hogy milyen korú. És mi a feladata. Az embereknek fogalmuk nincs, hogy mi a küldetése, mi a feladata. Pedig ha az ember tudná, hogy mi a küldetése és mi a feladata, sokkal jobban érezni magát a bőrében, ha azon az úton menne. Mert a küldetésünk és a feladatunk az azt jelenti, hogy ha azt csináljuk, akkor jól érezzük magunkat. De mindenki, aki nem a feladatát végzi és nem a küldetése irányába halad, nem érzi jól magát a bőrében. Ha esetleg nem érzed jól magad kellőképpen a bőrödben, akkor gondolj arra, hogy nem tudod, mi a feladatod és mi a küldetésed. Tehát nyilvánvalóan az embernek lehet ilyesmi érzése, hogy sejti, de nem tudja. Tehát sejteni valamit, vagy tudni, az azért lényeges különbség. És a legtöbb ember, azt látom, fogalma nincs. Nekem sem volt fogalmam, de arra voltam terelve, és nem álltam ellen annak, hála Istennek nagyon nem álltam ellen, hogy terelgessenek abba az irányba, ami az én feladatom és ami az én küldetésem. Tehát ugye én elindultam ezen az úton, ami nekem a feladatom és a küldetésem 34 évvel ezelőtt. Úgyhogy nem tudtam, hogy mi a feladatom, meg mi a küldetésem. Bár volt olyan, amikor volt asztrológus alkalmazottam. Az azt jelenti, jó, nem asztrológusnak lett fölvéve, de képzett asztrológus volt. És ha már alkalmazottam volt, akkor éltem is az asztrológiai tudásával. Ez már a 90-es évek, illetve a 2000-es évek eleje, inkább úgy mondanám. Szóval a lényeg az, hogy gondolkozz el azon, és gondolkozz el azon, hogy mi lesz a számodra a megoldás.
Én nem tudok más megoldást, csak az aranykort. Vagy mész a levesbe, ennyi. Nincs más. És az aranykorba tudás nélkül nem lehet bemenni. És marhára nem tetszik az embereknek az, mikor azt mondjuk, hogy mert szerintük ez nagy képűség, hogy csak itt lehet meg kell kapni. Keres még egy olyan tudást, helyet, tudásátadó helyet, ahol az életed minden területére fogsz kapni tudást. Keres még egy helyet. És vannak, akik ugye leértékelik azt, amit csinálok. Én meg erre azt szoktam mondani, csináld jobban. Én örülnék a legjobban annak, hogyha rengeteg olyan szervezet lenne, akik jobban csinálják, mint mi. Érted? Csináld jobban. Hogy hívják? Nem leértékelés, hanem... Hogy hívják azt a szót? Nem jut eszembe. Nem. Nem. Nem degradálás, nem leértékelés. Kritizálás. Igen, kritizálás. A kritizáláshoz nem kell három számjegyű IQ. Hát persze. Kritizálni bármit meg lehet. Gondold végig, a világon bármit meg lehet kritizálni. És a leghülyébb ember is tud kritizálni. Tehát az nem kell három számjegyű IQ. Csak azért, mert ugye kritizálják azt, amit csinálok, csinálunk. Oké? Hát kik? Hát nem kell hozzá, mondom, három számjegyű IQ. Csak azt nem értem, hogyha valaki... Tehát én nekem valami nem tetszik, én nem nézem végig. Érted? Te valamilyen nem tetszik, az végig szoktad nézni, csak azért, hogy megkritizáld. Hát így van. Ha valaki valami nem szimpatikus, akkor az ember neki se fog, meg se nézi, vagy meg se nézi azt az előadót. De ezek megnéznek, érted engem? Azért, hogy megkritizáljanak. Kezdve, de nem is értem, komolyan mondom. Hát így van. Hát abban élik ki magukat, hogy ó, most megnézem, úgy utálom ezt a szadlacsikot, de azért megnézem, érted? Hogy utána jól megkritizáljam. Ezt csinálja. Aha, igen, hát ez, de ezt úgy hívják, hogy elnyomó. Drága csillag, elnyomó vagy! Így van, szegény ember. Soha eszembe nem jutott például a kritizálásomat közölni valahol. Soha életemben ilyet nem csináltam. Soha. Eszembe nem jutott. Érted? Hány filmet láttam, ami nem tetszett? Soha nem írtam oda a kommentbe, hogy ó, hát ez ilyen szar volt, vagy olyan szar. Érted? Soha eszembe nem jutott. Ezt mondom, hát te ezekhez nem kell három számjegyű IQ. Egy magasabb IQ-jú ember az nem csinál ilyet. Oké? Jó, de az igazából nem is IQ, hanem EQ. Oké? Tehát ez EQ kérdés, ez érzelmi intelligencia. Jó? No, szóval a lényeg az, hogy akinek viszont úgy látja, hogy nincs más út az aranykor felé, csak ez, itt a helye, ennyi. Ha meg nem látod, hogy ez az útod, akkor meg csinálja azt, amit akarsz. Nem tudod, mennyit érdekel, semennyire. Most, hogy bekerülsz az aranykorba, vagy nem, rántok egyet a vállamon. Az nem az én dolgom, hanem a tiéd. Világos ez? Én dolgom az, hogy amit tudok, azt adjak át, és ezt garantálom, hogy meg is teszem. Jó? Mindent. És amit információt küldenek, azt is átadom. Jó? Ennyi. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!